Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkedben. Excellenciás érsek atya, Krisztusban kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat a házasság hetének megnyitó szentmiséjén. Az idei évnek a mottója, maradjunk együtt. Keressük azokat a pillanatokat, amikor az Istennel való találkozás segítségével az összeszedettségünk, egyáltalán azok, akik a házasság szentségében élnek, őnekik az Istennel való találkozás pillanatai, azok mind-mind egyfajta erőforrások lehetnek. Nagyon köszönjük, hogy Jézus, hogyha elmondja ezt a mai szentmisét, kérjük, hogy celebrálja majd, és végtelenül hálát telt szívvel gondolunk azokra a pillanatokra, amikor az Isten jelenlétét meg tudjuk tapasztalni vállalt hivatásunk kapcsán. Kérjük, hogy erősítsen mindannyiunkat imája által, hogy vállalt hivatásunkat, azok, akik házasságban élnek, ők a házasság szentségét, mi a papságot, Istennek tetszően tudjuk megélni, és kérjük, hogy mind az imájával, mind pedig majd a továbbiakban életével segítse mind a családpasztoráció munkáját, mind pedig mindannyiunknak az életét, hogy mindannyian megérjük és megtapasztaljuk, hogy az Isten jelen van, figyel ránk, és szeretetével, oltalmával megerősít mindannyiunkat. Kérem, hogy celebrálja a szentmisét, és kérjük, hogy jövőben is imádkozzon mindannyiunkért. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket! Az egyházban a püspök mindig a feltámadott Krisztusként van jelen, az ő erejével, az ő bátorságával, megújító, támogató jóságával, ami az Atya jósága. Így szeretném én is ünnepelni most a jelenlévő testvérekkel, házaspárokkal, családokkal, jubilálókkal, a családpasztoráció munkatársaival, nek vezetőjével, János atyával, irodaigazgató atyával, és mindazokkal, akik most bekapcsolódnak ebbe a közös imádságba, ünnepelni a házasságot, a házasság szentségét, ünnepelni az Istentől akart közösséget, ünnepelni azt, akik vagyunk, amit az Isten nekünk ajándékul létünkben adott, rácsodálkozni újból és újból a lét csodájára, az életadás, életbefogadás, a növekedés csodájára, és rácsodálkozni a föltámadásnak nagy-nagy ajándékára, az örök életre, ami a családban kezdődik, családban fogalmazódik meg. És akkor is így van ez, ha az a fajta társadalmi konszenzus talán megbillenni látszik a házassággal, családdal kapcsolatban, amit az Istentől tanultunk, Isten szándékának megfelelő. Éppen ezért ez az ünnep szükséges, hogy a házastársakat, családokat prófétai hivatásukban is erősítse meg. Ezt szeretném én magam is tenni. Ezt végzi családpasztorációs munkacsoportunk évtizedek óta, és ebben szeretnénk különböző kapcsolódási pontokon segítségére lenni az itt jelenlévő és az imáikkal bekapcsolódó családoknak. Méltó módon szeretnénk ünnepelni, ezért szükséges, ismerjük el, rászorulunk az Isten irgalmára, és ő készséggel megbocsát nekünk. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Én kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Kedves testvérek, ebben a Szent Misében elhunyt Teréz és József szülőkért, nagyszülőkért, dédszülőkért és elhunyt József testvérünkért imádkozunk. Könyörögjünk! Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában. Semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem a törvényben leli örömét, az ő parancsairól emlékezik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, melyet időben gyümölcsöt érlel. Nem fonnyad el a lombja, siker koronázza minden bűvét. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a polyv, amelyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, a gonoszok útja pusztulás. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja! Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Alleluja, alleluja, alleluja!
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Judeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenteljes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Excellenciás érsekatya, főtisztelendő irodaigazgató úr, Krisztusban kedves testvérek! Hallő Györgynek van egy kommentárja, amit Szent Andrus egyik könyvéhez írt, és ebből szeretnék egy nagyon egyszerű részletet, egy rövid részletet felolvasni. Azért, hogy közösen gondolkodjunk magáról a házasságról, a házasság ünnepéről. Elmúlt a tél, vagyis eljött a pászka. Eljött a megbocsájtás, elérkezett a bűnök elengedése. Megszűnt a kísértés. Elvonult az eső. Elvonult a vihar. Krisztus eljövete előtt tél van. Eljövetele után virágok nyílnak. Ebben a kommentárban azzal találkozhatunk, hogy van egy férfi, aki többször kutatás. Van egy Izsák, aki újra és újra kutatás, és minden kutnak valahogy nevet ad. Az első kut akkor az lesz a neve, hogy igazságtalanság. Azért, mert bár megássa a kutat, de elveszik tőle. A következő kútnak az lesz a neve, hogy ellenségeskedés. Ás egy kutat, és vitatkoznak rajta. Majd újabb kutatás, ami már nem vitatkoznak. És az lesz a neve, hogy tágasság, vagy még egy kutatás, aminek meg nem lesz vize. És bár nem lesz vize ennek a kutnak, mégis ezt nevezi el az eskütétel kutyának.
Izsák története valahogy az én számomra arra hívja fel a figyelmet, hogy akárcsak egy házasságnak rengeteg olyan pillanata van, amikor megállunk, és ami történik, ott egyfajta nevet adunk annak, amit éppen megélünk. Vannak olyan transgenerációs elméletek, miszerint mindaz, ami velünk történik, annak részben szüleink, nagyszüleink az oka, vagy azok az őseink, akiket talán fel se ismernénk, hogyha a portréjukat egy utcán észrevennénk, egy kereskedőnél, de mégis hatnak ránk. És azonról szoktunk nagyon sokszor beszélni, hogy mindaz, ami velünk történik, ott néha meg sem állunk. Nem is tudjuk érzékelni, megtapasztalni, valahogy nem tudjuk igazán megfogalmazni, hogy mi is az, ami történik. Egyszerűen csak valahogy benne vagyunk a hétköznapok elvárásaiban. És a mai nap, ezen a héten mi arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy álljunk meg. Hogy gondoljuk végig valójában, mi minden történik, akárcsak egy házasságon belül, és kezdjünk el nevet adni mindannak, ami történik. Mustó Péternek az egyik könyvében, aminek az a címe, hogy megszereted, ami a tied, azzal találkozhatunk, hogy ő azt mondja, hogy manapság már nem a kárhozattól félünk igazán. A hétköznapjainkat nem ez, ami meghatározza, hogy félünk attól, hogy üdvözülünk, vagy nem üdvözülünk. A hétköznapjainkat valami más félelem borítja be. Azt mondja, hogy ez az a félelem, ami nagyon gyakran úgy befolyásol bennünket. Olyan szinten, hogy újra és újra valahogy azt gondoljuk, hogy a félelem az erősebb, mint az élet, hogy a félelem az mindent képes megváltoztatni. És akkor, amikor mi megállunk ma, és keressük azt, hogy mi minden van, ami befolyásolja az életünket, akkor mi Krisztussal együtt szeretnénk mindezt tekinteni. Azzal a Krisztussal, aki elénk állítja az életet és a halált, és arra kér, hogy válasszuk az életet. Azzal a Krisztussal együtt nézzük életünket, aki lehet, hogy megengedi, hogy féljünk, de ő nagyobb a félelmeinknél. Két történetet szeretnék idehozni, részben Jálics atyától, aki Nürnbergben egyszer egy bombázást átélt, és nagyon félt, 16 éves volt, rettegett. Azt érezte, hogy ez az a pillanat, amikor lehet, hogy ő is meghal. Majd az egyik pillanatban, amikor ennyire félt, valahogy azt érezte, hogy az Isten mégis jelen van, és onnantól kezdve nem azt kérdezte, hogy élni fog-e vagy halni, hanem csak az Istenre figyelt. És Timothy Radcliffe-nek van egy könyve, amiben pedig egy francia tudóst hoz, aki több mint 80 esztendős, és megvakul, és mindenki azt mondja a környezetében, hogy szinte ennél nincs nagyobb sorscsapás, mint hogy valaki már nem lát, és az a tudós azt mondja, életében először látott igazán, mert valahogy megtanult figyelni a belső fényre. Mindarra, ami korábban is ott volt már benne, mert az Istennel való találkozás által valami nagyon fontosra ráakadt,
de onnantól kezdve, hogy a világ nem vonta el figyelmét, ez a belső fény sokkal fontosabb lett. A házasság hete valahogy erre a belső fényre szeretné rá irányítani figyelmünket. Nagyon sok minden van, ami ebben a világban úgy elvonja figyelmünket, képzeletünket. Nagyon sok mindennek meg kell felelni, és talán a lényegre nem figyelünk. Van der Kónak van egy könyve, a test minden számon tart. Ebben a könyvben arról számol be, hogy a családokban, ahol gyerekek élnek, vannak gyerekek, akik rengeteg figyelmet kapnak, és szeretik őket. És úgy nőnek fel, hogy fejlődésüket a szülői figyelem és szülői szeretet az egyre inkább növeszteni tudja. De beszámol egy alcímben arról is, hogy van olyan, hogy gyűlölt otthon. Mert lehet, hogy a szülők mindent megadnak nekik, csak pont figyelmet nem. És a gyerekek egyedül maradnak, esetleg hallgatják a szülőknek a vitáját, veszekedését, és bár a szülő azt mondhatja, hogy én ezt nem bírom, és elköltözök, de hozza Van der Kó egy 10 éves, 10 év alatti gyerek mit mondhat? Az, hogy elfogadom, hogy ilyenek a szüleim. Van egy lojalitás, amit a gyerekek valahogy ösztönösen megtanulnak, és lehet, hogy gyűlölt az otthona, de mégis nem mesél mindarról, ami történik. Aztán Van der Kó tovább folytatja, azzal, hogy később a gyerekek ugyanezt viszik tovább. Böszörményi Nagy Iván, a kontextuális teológiának, a kontextuális lelki gondozásnak a kialakítója, nagyon sok mindent leír arról, hogy később lojálisak vagyunk a szüleinkkel. Nagyon gyakran ugyanazt az életformát, ugyanazt az életmodellt visszük tovább, mint amit szüleinktől látunk. És éppen ezért a házasság hete, hogy arra kéri a házasokat, hogy álljanak meg. Nézzék meg, mi történik otthon, hogy maradjanak együtt, és engedjék meg, hogy az életükben jelen legyen az az Isten, aki nem szétszór, aki nem elítél, aki támogat és segít. Aki segít abban, hogy rátaláljunk azokra a pillanatokra, amikor megvolt a fény. Amikor megszerették egymást. Összekötötték életüket. Amikor együtt tudtak előre nézni és tervezni. Amikor a hétköznapok nyomása és elvárása nem volt fontosabb, mint az, hogy szeretik egymást. A házasság hete van, amikor megállunk. Újra felfedezzük, hogy mi van, milyen körülmények között is élünk, és mi tartja össze azt az életszövetséget, amit az Isten előtt a párok megkötöttek. Ide szeretném mindenképpen hozni, kicsit visszatérve Izsák történetére, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy egy-egy szó, egy-egy kifejezés meg tudja változtatni az egész életet. Volt egy 15. századi szufi imám, egy Nullam Nasubin, aki azt írja saját magáról, hogy nagyon sokszor beszélt ő, szinte egész nap be nem állt a szája, hiszen tanítania kellett, másokat oktatnia. Azokat a mondatokat, amelyek értékesek voltak, amikor valakinek a környezetében felcsillant a szeme, azokat ő leírta. Mert csak azoknak a szavaknak volt értelme. Talán a házasság hete erről is szól. Megállunk azoknál a mondatoknál, amikor
építjük a kapcsolatot, ami összeköt, ami megerősít, azokra jobban figyelünk. De lehet, hogy a házasság hete valami másról is szól, nem csak ezekről a mondatokról és kifejezésekről, hanem arról is, hogy megnézzük, miként változtunk az évek, évtizedek alatt. Életszövetségünkben a boldogság, az Isten akarata, egyáltalán a közös jövő, a közös jelen miként is van. Szent Ambrus, aki már püspök volt, de élete végéig csiszolgatta azt, hogy amit leírt, az miként maradhat fent a jövő számára, még az élete utolsó pillanataiban is állítólag a kéziratát újra és újra javítgatta, mert azt gondolta, nem mindegy, mit hagyjuk hátra. Én szeretném kérni önöket is, hogy álljanak meg és nézzék meg, mit hagynak hátra. Mert nem mindegy, hogy azok a gyermekek, azok az unokák, dédunokák, akik, vagy szép unokák, lehet, hogy már nem is emlékeznek majd arcukra, tekintetükre, de valamiket, szokásaikat, kommunikációjukat, szeretetüket, valamit visznek tovább. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy álljunk meg egy pillanatra, álljunk meg egy hétre, és Krisztus erejével engedjük meg, hogy mindaz, amit nem szeretnénk továbbadni, mindaz, ami nem a boldogság, az örök életnek a forrása, mindaz, ami eltávolít és elszakít, azokon merjünk változtatni. És mindaz, ami segít, ahol az életet észrevesszük, ami belső fényt ad, ami az Istennel való találkozásnak a helye, azokat merjük kihangosítani, felerősíteni, hogy megéljük és megtapasztaljuk otthonunkban, házasságunkban, családunkban jelen van az Isten. Az az Isten, aki bár lehet, hogy látja, hogy életünk útja éppen milyen elnevezést kap, de valahogy mindig erőt ad, és mindig meghívást. Hogyha kutunk esetleg nem is tökéletes, de valahogy mégis az eskütételnek a helye lehessen. Kérek most pedig, Isten hűségében bízva, bátor bizalommal valljuk meg Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény,
az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Jézus új természetfeletti életfelfogásra oktatott minket. Kérjük segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást. Add, Urunk, hogy a hitvalló keresztény házasságok által növekedjék egyházunk, erősödjék nemzetünk. Add, hogy mindenhol a szeretet forrásai legyenek, és így életükkel példaképül szolgáljanak a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a házastársak esküjükhöz híven hűségesek legyenek egymáshoz, megértésben és szeretetben éljenek együtt. Erősíts meg őket kegyelmedben és békédben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj, Urunk, tisztánlátást a fiatal férfiak és nők szívébe, hogy megtalálják azt az utat, melyen közös életüket felelősséggel tudják majd kialakítani. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk, tudatosítsd a házasságra készülők lelkében, hogy Te vagy az, aki az emberi szíveket örökre szóló szeretettel tudja egybekötni. Add, hogy a megtestesült ige Krisztus legyen a legfőbb támaszuk. Kérünk téged, hallgass meg. Istenünk, éreztesd gondoskodó szeretetedet a magukra maradt házastársakkal. Vedd oltalmadba őket szeretteikkel együtt. Erősítsd hitüket, hogy a megpróbáltatások idején reménységgel forduljanak feléd. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy a házaspárok jó példája, imádságos élete, egymás iránti tisztelete, megbecsülése, követendő mintául szolgáljon a családban a gyerekeknek. Isteni Mesterünk, add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, és ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen Te boldognak hirdetted azokat, akik álhatatosan kitartanak az irántad való hűségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, mely nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyházára. Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg minket, és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedre tölt ki a mennyet és a földet, hozzanna a magasságon, áldotta ki el a Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk,
hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szenteltődök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűnét.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ettek és igen megelégedtek, s kívánságukat betölti az Úr, és meg nem csaladkoztak kívánságukban. Ettek és igen megelégedtek, s kívánságukat betölti az Úr, és meg nem csaladkoztak kívánságunkban. Figyelmezz én népem tanításomra, hajtsátok fületeket az én szám igényére. Megnyitom a számat példa beszédekben, és elmondom az ősi idők titkait. Ettek és igen megelégedtek, kívánságokat betölti az Úr, és meg nem csaladkoztak kívánságokban. Amiket hallottunk és megértettünk, mit atyáink beszéltek el nékünk, hogy nincs az eltitkolva fiaik elől, elmondjuk az ifjú nemzedékeknek. Ettek és igen megelégedtek, s kívánságokat betölti az Úr, és meg nem csaladkoztak kívánságokban. Az Úr dicséretét és az ő erejét, és csodálatos dolgait, melyeket cselekedett, parancsolt onnan felülről a felhőknek, és megnyitá az ég ajtóit. Ettek és igen megelégedtek, s kívánságukat betölti az Úr, és meg nem csaladkoztak kívánságukban. És mannát hullatott neki keledelül, és égi kenyeret adott néki. Az angyalok kenyerét ette az ember, eledelt küldött nekik bőséggel. Ettek és igen megelégedte, s kívánságokat betölti az Úr, és meg nem csaladkozta kívánságokat. Szálljatok, adottok!
Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az Úristen megajándékoz bennünket az ünnepnek az ajándékával, amikor ünnepelhetjük és hálát adhatunk a házasságban élőkért, hálát adhatunk a családjainkért. Most két imádságot imádkozzunk egymást követően. Egyrésztről imádkozunk a szinodális útért, amit Ferenc pápánk hirdetett meg, és ebben a folyamatban pasztorális munkatársak segítségével már az egyes közösségek részt vesznek, de szeretném kérni határozottan és nagy-nagy kéréssel a családokat, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban, plébáni közösségeikben, lelki közösségekben, iskolai tantestületekben, hogy hitünkről erősödjünk a beszédben, hitünkről új gondolatok tudjanak bennünket érinteni, és legyen bátorságunk hitünket megvallani elsőként kiemelt módon a családi életnek a szentségével. Álljunk fel mindannyian, és amennyiben testvérek előtt van a szinodális útért imádság, elsőként ezt imádkozzuk. Előtted állunk, Szentlélek, és a Te nevedben gyűltünk össze. Egyedül Te vezess minket, lej otthonra a szívünkben. Taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk, ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk. Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk a házastársak imájával. Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerethettünk egymást. Segíts mindig meglátni a jót társunkban, és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk megbocsátot kérni egymástól. Uram, kezedbe adjuk házasságunkat. Amen. Kedves testvérek, tapasztalatból tudom mondani, hogy egy-egy liturgikus tevékenységben, bérmálásban a legnehezebb pillanata az ünnepi fénykép elkészítése. És mégis most hadd kérjem, hogy majd a hirdetést, illetve az áldást után mindannyian, amikor kivonulunk, egy pillanatra álljunk meg a templom lépcsőjénél, hadd készüljön erről az ünnepi gyülekezetről egy pár fotó, benne a házastársakról, sok-sok gyermekről, nagyszülőkről, a jubilánsokról, azokról, akik mi magunk vagyunk. Ez egy pillanatnak a felvétele, egy megállás, aminek Istenben, Jézus Krisztus ismeretében nevet tudunk adni, ahogyan János atya a prédikációjában ezt megfogalmazta. Hálásan köszönöm ezt a prédikációt, hálásan köszönöm a szolgálatot, és ugyanígy köszönetemet fejezem ki a Főegyházmegye családpasztorációs irodájának, minden munkatársának, minden önkéntesének, és azoknak, akik ebben a folyamatban hosszú évek óta részt vesznek. Tehát majd az áldást követően egy pici időre kérem mindenkinek a türelmét. Hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Házasság hetének ünnepélyes megnyitása most az érseki szentmisével megtörtént templomunkban. A hét programjairól, a plakátokról és
az érsekség weboldaláról tájékozódhatnak. Az érdeklődők és szeretettel hívják, várják őket e programokra, illetve az online bekapcsolódásra. Akik a meghirdetett egyházközségi szinodális beszélgetésre jelentkeztek, szeretettel várjuk őket most szombaton délután 3 órakor meghirdetett időpontra a templomhoz. És hirdetem még, hogy jövő vasárnap az esti szentmise gitáros mise lesz templomunkban. Szeretettel várjuk a híveket és a fiatalokat is különösen. Köszönjük szépen érsek atyának, hogy bemutatta a szentmisét és együtt imádkozott velünk, és köszönöm szépen dr. Fodor János atyának, családpasztorációs referens úrnak, hogy az ige hirdetésben tanított bennünket. Szeretném megköszönni érsek atyának a mai szentmisét, és kérem, hogy áldja meg a családokat, és a családok, a házasokat szeretném kérni arra, hogy figyeljünk arra, hogy egymás számára áldások tudjunk lenni. Ez nem könnyű feladat, úgy jelen lenni egy családon belül, hogy azt érezze a másik, hogy áldás akarok lenni a másik számára. És köszönjük érsek atyának, hogy áldás szeretne lenni mindannyiunk számára, és kérjük, hogy adj ránk Szent Háromságos Egy Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Te lelkeddel! Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árasszon rátok jóságosan áldását, tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Amen. Amen. Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegyen titeket világossággá testvéreitek számára. Amen. Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örömükre meg is találtok, mint az igaz világosságot. Amen. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.